Mondom, a címből már kitaláltátok, hogy hova jöttem. Így van, nem máshol, ide az Üvegtigris büféhez. Ugye az Üvegtigris című filmből ismerhetitek ezt Lali büféjeként. Aztán gondoltam, hogy szabad napon ellátogatok most ide. Durva azért, hogy a filmhez képest hogy megváltozott a táj már. Tehát onnan eltűntek a fák, ugye. Itt volt egy nagy susnyás. Rókának a sok szarja ide volt hordva valahova. Meg nem tudom, a filmből nem rémlik ez a domba. Büfékocsi mögött. Előbb el akartam fölvenni egy vlogot, de úgy jártam, hogy félúton lemerült a kamera. Meg lemerült telefonnal is indultam el, úgyhogy nagyon felkészült vagyok ma. Amúgy az ide vezető út nagyon jó. Dinnye nevezető kis falu mellett található amúgy ez a büfékocsi. Itt forgatták ugye a filmet, mind a három részt. Hát ez Budapestről kb. Tudom, szerintem egy 20-25 perce van. Itt is láthatjátok, Piris Csaba mellett van ez a kis falu. Hétvégén ne tudjátok meg, hogy jártam. Voltunk csapatépítésen. Fent a Pirisbe. Vasárnap. Piriszent kereszt környékén, azt hiszem. Ott van egy ilyen kis szurdok. És hát elkapott minket az eső, mint a szar. Én ugye motorral mentem. Majd bemenekültünk az autókba, hogy azért ne állzunk már el annyira, meg hát ha elmegy az eső így egy fél órán belül. Hát őszintén szóval baszott elmenni, sőt egyre jobban esett. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor le is jövünk a hegyről. Fölpattantam a motorra, ugye első ruha minden. Elindultunk lefele. Majd pár száz méter után már bele is botlottunk az első vízátfolyásba. Ugye a hegyről ömlött le a víz. Hát hagyd ne mondjam, ilyen öklömnyi nagyságú kavicsokat, köveket görgetett ki az útra. A víz meg az kb. Ilyen lábközépig érő lehetett. Elég durva sodrással. Amikor már az előttem lévő kollégám Suzuki Vitarája, ami, mint tudjuk, egy terepjáró lényegében, arrébb csúszott a köveken, akkor azért már úgy megfordult a fejem, hogy bazd meg, merre kéne visszamenni, vagy mit csináljak egyáltalán. De végül is átjöttem az összes vízfolyáson, viszont vétettem egy nagyon öreg hibát, nem volt fenn a kamera a bukósokon. Sajnos. Viszont kolléganőm fölvette az autóból, amint áthaladok egy-két vízátfolyáson, úgyhogy azt majd lehet, hogy valamelyik random cuccba láthatjátok. Hát durva volt az én a... Soha nem volt még ilyen élményben részem, és remélem, hogy nem is lesz most már. Szerintem egyszer elég volt. Ugye Red Rider csinált most egy videót, hogy nehéz a motovlogolás. Red Rider amúgy Blue Gamers, csak a nyomás hatására csinált egy új csatornát, úgyhogy iratkozzatok fel oda is. Mert ugye ő gameplay videókat csinált, de hát a gameplay és a motorozás az nem igen fér össze szerintem. Meg ahogy láttuk az élő podcastünk alatt a cseten, ők a nézőink is így gondolják. Na már most ő csinált egy ilyen videót, ugye, hogy nehéz a motovlogolás.
szeretnék hozzászólni egy-két szót. Lényegében mi számít ugye nehéznek? A lényeg az, hogy maga biztosan motorozzál. Mert az a legfontosabb ugye. Mert új motorosként, kezdő motorosként, vagy éppen mit tudom én, új motort vásároltál és még nem szoktad meg, az, hogy folyamatosan beszélsz, meg figyeled a forgalmat, meg biztonságosan vezet, az úgy nem igen fog összejönni. Ez vagy a motorozásod rovására fog menni, vagy a vlogod minőségére. És akkor, ha már itt tartunk ennél a témánál, akkor elmondom, hogy én mit használok például motovlogoláshoz. Nekem ugye egy SJ4000-es wifi-s kamerám van. Azért döntöttem ez mellett, mert szerintem a GoPro nem ér annyit, amennyi a jelenlegi ára neki. Mikor ugye ezek a kínai klónak nevezett kamerák már majdnem úgy ugyanazt, vagy ugyanazt a minőséget nyújtják, mint egy GoPro nyújt manapság. Sőt, eléggé megfizethető áron. Ugyebár nem kell hozzá megvenned az összes tartozékot külön-külön aranyáron, hanem alapból adják az induló csomaggal. Magyarán megveszed a kamerát és megkapod hozzá az összes mountot, ami kell ahhoz, hogy felrakd a bukósisakodra, vagy felrakd a motorodra, tök mindegy hova. Vagy fölakaszd a függöny karnisra. Teljesen mindegy. Na már most ugye én a hangot azt külön veszem. Ehhez pedig egy egyszerű telefont használok, egy Galaxy S4-es telefonom van. Ebbe dugtam bele lényegében egy headsetet, aminek levágtam a fülhallgató részeit, majd a mikrofon részbe a bukóba ugye ráhúztam egy ilyen szélvédő kis szivacsot, és ennyi, külön-külön veszem föl ugye a videót és a hangot. Ezt ugye videóvágáskor szinkronizálni kell, ami szerintem egy nagyon egyszerű dolog, az igazat megvalva. De most már nagyon gondolkozok ezen a YouTube-on is elérhető kis SJ kamera módingon, ami nem más, hogy beleépítünk egy jack dugó bemenetet a kamera oldalába. Mert elég macerás így ez a felvételi rendszer, hogy így mondjam. Ugye mindig ott kell lenni a telefonnak, vagy ha mit tudom én fel akarsz venni, akkor nem tudsz zenét hallgatni, blablabla. Bla, bla. Nem a legjobb megoldás. És ugye még meg kell találni a megfelelő és méretű jackdugó ajzatot, vagy fele tudja igazából, hogy hívják. Szóval a másik dolog az, hogy ismét szépen növekedett a csatorna feliratkozó száma. Ez szerintem köszönhető azért a live-oknak is. Ugye minden vasárnap, most vasárnap is lesz, el ne felejtsétek, 8 órakor. Még nem tudjuk, hogy kinek a csatornáján. De lesz, és jönni kell, és nézni kell, és kommentelni kell.